Mai vendégünk Kovács Zoltán János, tűzoltó százados, hatósági kiemelt főelőadó. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Tűzijátékot igen nagyon sokan használnak, nem csak település szinten, hanem a családok is beszerzik. Ez egy veszélyforrás, kellőképpen veszélyforrás. Mire figyeljenek oda, miért fontos, hogy a legbiztonságosabb körülmények között használják? Hát ha már oda jutunk, hogy valóban ilyet kell, hogy használjunk, vagy ilyet szeretnénk használni, akkor a legfontosabb az, hogy olyan helyről szerezzük be kijelölt, ugye árusító helyek vannak ilyenkor a szilveszter és az évvége kapcsán, előtte egy-két nappal, illetve utána egy napig, amíg a fel nem használt eszközök leadhatóak, tehát csak olyan helyről szerezzük be, ahol kijelölt árusító hely van, ahol látjuk azt, hogy megfelelő szinten kezelik a tűzijátékokat, megfelelő szinten tárolják a tűzijátékokat, és akkor, ha már muszáj, akkor biztonságosabb körülmények között tudjuk otthon felhasználni. Otthon sem mindegy, vagy az utcán sem mindegy, hogy milyen körülmények között használjuk fel ezeket a tűzijátékokat. Mindig benne van a bajforrás, annak ellenére, hogy megpróbálunk óvatosak lenni, tehát próbáljuk meg minél jobban lecsökkenteni a veszély helyzet lehetőségét, úgyhogy úgy használjuk fel, olvassuk el a használati utasítást, hogyan kell kitámasztani, hogyan kell rögzíteni ahhoz, hogy ne boruljon el, és még hangsúlyozom, sajnos még így is megtörténhet a baj, úgyhogy ha már muszáj használni, akkor próbáljuk olyan helyről beszerezni, ahol azért olyan tűzijátékot forgalmaznak, ami forgalomban megengedett, illetve azt tudni kell, hogy ilyenkor azért szúrópróbaszerűen a katasztrófavédelem, a fogyasztóvédelem különböző ellenőrzéseket hajt végre, pontosan ezért, hogy ezeket a bajforrásokat le lehessen csökkenteni. Azt mondjuk már el a kedves televíziónézőknek, hogy meddig lehet ezeket a tűzijátékokat felhasználni, hogyha valaki vásárol és használja? Hát gyakorlatilag ugye ezt január 1-én hajnalig lehet ugye felhasználni, utána ugyanúgy tiltott, mint az év többi napjában a megfelelő kategóriákat ugye figyelembe kell venni, és ennek megfelelően lehet felhasználni. Ha megmaradt, akkor azok az árusító helyek általában, ahol mi ezt megvettük, sok esetben ugye nyugtárblokkot is kaptunk, ami igazolja, hogy mi ott vásároltunk. Gyakorlatilag ott lehet még az ünnepet követő egy-két napban a fel nem használt tűzijátékokat visszavinni gyakorlatilag és leadni, hogy olyan körülmények között legyen tárolva, hogy abból probléma ne legyen. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és stúdiónk vendége volt. Köszönöm a lehetőséget.